Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol kipróbálok egy új formátumot, nem mondanám teljesen, hogy új formátum, itt van velem a macska is. Úristen! 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 Remélem, hogy látszódott. A lényege az egésznek, hogy régóta gondolkozom rajta, hogy heti vlogokat szeretnék csinálni, ugyanis egy-egy napom nem olyan zsúfolt, hogy elegendő tartalom kijöjjön belőle, és ne csak egy üres videó legyen, úgyhogy arra gondoltam, hogy megpróbálom ezt a heti vlog dolgot, viszont nem szeretném nagyon hosszúra nyújtani őket. Mostanában nagyon sok olyan videót látok, ami egészen rövid, 5-10 percesek, és arra gondoltam, hogy valami ilyesmivel próbálkoznék meg én is, úgyhogy kikerül ez a videó, és végignézitek, azt megköszönöm, és a végén jelzitek nekem, hogy hogy tetszik ez az új stílus, vagy videófajta. Azt nagyon megköszönném, úgyhogy ha tetszik, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Big lájkot, jó. És akkor folytatódjon a hét. Laza vasárnap, mosás. Egy órával ezelőtt még 30 fok volt, most pedig 22 lehet körülbelül, és brutális szél, brutális vihar lesz. Egyébként Bencének csinálok éppen kaját, tiszta Masterchef-be vagyok. Édes krumplit sütök sütőbe, és steaket fogok neki csinálni. Én pedig természetesen a diéta szerint kajálok, amit majd egy külön videóba fogtok látni, úgyhogy... Yay! Készül az ebéd. Sajnálatos és szégyenletes módon nincsen nyers kakukkfűvem, úgyhogy maradt a szárított, de így néznek ki a székek. Ki van készítve egy kis vaj, összenyomott fokhagyma, serpenyő és olívaolaj. A szívem mélyén mindig is tudtam, hogy ez egy hülye ötlet, de ahogy látjátok, igen, nagyon könnyű tisztán tartani, és milliót főzhettek, sose lesz koszos. Füstöl! Ennél hülyébb ötletem még sose volt, de úgy néz ki, hogy mindennek eljön az ideje. Egy perc. Első fordítás. Jöhet a fokhagyma. Remélem közben minden létező mikrofont befogtam egyébként. Jöhetnek az oldalak. Mindjárt kész! Done! És most pedig 10 perc pihi. Bye! Hát a tálaláson van még mit dolgozni, de... Beautiful. Semmi pénzért nem enném meg, de Bencének tetszeni fog. Csodálatos. Kedd. Délután 5 óra van, vagy valami ilyesmi. Nincs 5 óra. 4:30, tök mindegy, valami ilyesmi. Elég rossz idő van, teljesen ki vagyok nyúlva, de már felvettem a lovas cuccomat. És nem sokára kész van a videóm, amit ma posztolok nektek. A Bence és párkapcsolati témás videót fogom nektek ma posztolni. És ennél rosszabb világítás a házban sehol nincs, mint itt. De igen,
nagyon izomlázom van. Mivel ez a videó hamarabb fog kijönni, így nem mondom el még, hogy mi miatt, de remélem, hogy szeretni fogjátok, mert nagyon sokat szenvedek vele, úgyhogy... Jöttünk kikeázni. Elhozott sétálni Bence. Na, sziasztok! Szóval, jöttem nektek beugrani, itt még elmondok pár dolgot, mert a vlogban kimaradt egy-két részlet. Az egyik az az, hogy a csütörtöki napomról nem túl sok mindent láttatok, ugyanis csütörtökön volt egy közönség találkozónk a Tali Vale-lel. Nagyon jó volt, jó ég, annyira jól esett találkozni veletek, mindenki egyébként nagyon cuki volt, köszönöm mindenkinek, aki eljött. Ott voltam én, Timi, és egy kicsit Bence is beugrott, úgyhogy nagyon jót beszélgettünk veletek, csináltunk egy csomó képet, nagyon cukik voltatok. Elmondani nem tudom, mennyire jól esett végre ennyi emberrel találkozni karantén után, de természetesen ott nem videóztam, úgyhogy sajnos erről nem túl sok mindent láttatok, de hogyha követtek Instán, akkor valószínű, hogy egy picikével több részletet láttatok, de összességében a csütörtöki napom az körülbelül ennyiről is szólt. Hogy néz ki a hajam? Péntek van. Éppen most lovagoltam le Enjoyt. És most megyek haza, és elkezdem összepakolni a cuccaimat, mert ma megyek vásárhelyre, hódmezővásárhelyre. Bence is hazament egyébként Erdélybe, ő majd hétfőn jön haza, ha minden igaz, én vasárnap fogok visszajönni Pestre. Úgyhogy gyorsan sétálok még egy picit Enjoy-jal, lemosom, kirakom karámba, valószínű, és aztán megyek haza. Szokásosan kicsit nehézkesen sikerült az elindulás, most éppen tankolni vagyok, utána még be kell ugorjak az irodába pár XP-porért, viszek haza öcsinek kipróbálni, és utána végre indulhatunk haza. Ahogy láttátok, a pénteki délelőttöm az körülbelül annyival telt, hogy lelovagoltam, összepakoltam otthon, összepakoltam a cuccaimat, amit ide vásárhelyre szerettem volna hozni magammal, és beugrottam gyorsan az irodába pár XP-porért, hoztam öcsinek kipróbálni, hogyha ti nem próbáltátok még, akkor csekkoljátok le. Teszek le nektek linket egyébként a leírásba, hogyha jól tudom, akkor most sékeres akció van, úgyhogy nézzétek meg azt is. És hogyha adhatok egy tippet, akkor a Sleep and Relaxot mindenképpen próbáljátok ki, esküszöm, hogy a legjobb az összes közül, én tuti azt használom a legtöbbet. Amikor ilyen beauty time-ot tartok, akkor mindig előkerül az is, úgyhogy próbáljátok ki. És utána igazából annyi történt, hogy hazajöttem, édesanyával átugrottunk az Árkádba egy villám tripre. Nem túl sok mindenre maradt időnk, tekintve, hogy 7 órakor indultunk el, de célzottan mentünk, úgyhogy a célnak pont megfelelő volt, és hát igen, az az egy problémám ezzel a hazajárkálással, hogy mindig elrontom a diétámat. Édesanyja a legcukibb a világon, és hogyha talál valamit, ami vegán, vagy nagyon mindenmentes, és kivételesen én is elhetem, akkor mindig vesz. És ezt a holnapi klipben fogjátok látni, hogy egy nagyon király Ben & Jerry's jégkrémet vett nekem. És hát igen, sajnos mindig félrekajálok, de ettől függetlenül nagyon jó hazajönni. A szombati nap az a pihenéssel telt, nagyon későn keltem fel, valami 10:30-kor, iszonyatosan jót aludtam, és utána voltam itt kint a lovardába is, olyan jó egyébként ide kijárni, olyan nyugis.
elkezdtem összevágni a videót, megint voltunk Szegeden. Most öcsi is jött, és utána kajáltunk egyet. És tudjátok, ilyen családi, laza délutánt tartottunk. És a mai nap, amikor veszem fel ezt a kis bevágás részletet, ez már vasárnap történik. Most fejeztem be a videót, és nem sokára elkezdem kirenderelni és feltölteni nektek. Úgyhogy remélem, hogy fog nektek tetszeni. Ma el is fogom kezdeni felvenni a jövő heti vlogot. Nagyon tetszik ez a formátum, szerintem tök jó, mert sokkal több mindent tudok megmutatni nektek, mint hogyha simán napi vlogot csinálnék. Úgyhogy igen, hogyha tetszik, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, írjátok meg a kommentbe, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, hogy csináljam, hogy még jobb legyen. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai videóban. Még egyszer mondom, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. Instára tettem ki egy képet nagyon-nagyon hosszú idő után, kicsit elcsúsztam az Instámmal, úgyhogy ha nem láttátok, akkor itt van, csekkoljátok le és dobjatok rá nekem egy lájkot, és ha nem követnétek, akkor kövessetek Instán is, és még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!